Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatóján. Ami az aktuális járványügyi helyzetet illeti, számokban 3263-ra nőtt már az igazolt fertőzöttek száma, és 8-al 413-ra az elhunytaknak a száma. Ugyanakkor 933-an már meggyógyultak a vírusfertőzésből. Jelenleg 1917 aktív fertőzöttet tartunk nyilván, az ő 62%-uk budapesti, illetve Pest megyei, az elhunytaknak pedig 79%-a fővárosi vagy Pest megyei. Jelenleg 50 kórházban ápolt beteg van lélegeztetőgépen. Most megkérem Sonda Tamás urat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettesét, tartsa meg tájékoztatóját. Én is nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. 2010-ben, amikor a Nemzeti Polgári Kormány vette át az ország irányítását, egyértelmű volt, hogy munkaalapú gazdaságot, társadalmat fogunk építeni. Akkor azt ígértük, hogy 1 millió új munkahelyet teremtünk 10 év alatt, ezt a célkitűzésünket teljesítettük is. A koronavírus, illetve annak gazdasági következményei azonban sajnos pusztító hatással vannak a munkaerőpiacra is. Magyar emberek, családok megélhetése kerül veszélybe. Egyenes derékkal, büszkén, a jövőben bízva terveket szőve éltünk márciusig. Ezt az életet kell most újraindítanunk fokozatosan és szigorú menetrend szerint. Ennek része a gazdaság védelme és újbóli megerősítése is. Nincs okunk arra, hogy a válságnak a kezelésekor más irányba haladjunk, mint korábban. Az elmúlt évtized bizonyította, a magyar emberek tudnak és akarnak is munkából élni. A kormány álláspontja ezért egyértelmű, a lehető legtöbb munkahelyet kell megvédenünk, és amennyit pedig a vírus mégis tönkretesz, annyit létre fogunk hozni. Ami az aktuális munkaerőpiaci helyzetet illeti, láthatjuk, hogy van feladatunk ezen a téren. Összesen 163.064 olyan magyar ember van, aki segítségért fordult a kormányhoz, például munkanélküli segélyért, vagy jövedelempótló támogatásért, azért, mert nincsen munkája. A célunk azonban az, hogy ők is mielőbb munkához jussanak, ha nem a vállalati piaci szektorban, akkor az állam segítségével. Éppen ezért a gazdaságvédelmi akcióterv második szakaszának jelentős része is a munkahelyek védelmére és újak teremtésére összpontosít, így bértámogatást nyújtunk, hogy a munkaadók meg tudják tartani a veszélyeztetett munkaerőt, emellett adócsökkentéssel is támogatjuk a munkahelyek védelmét, és 0%-os hitelt kínálunk a vállalkozásoknak, illetve felfüggesztettük a hiteleik törlesztésére való kötelezettségüket. Annak érdekében pedig, hogy megfelelő intézkedésekről dönthessünk, a koronavírus járvány kezdete óta folyamatosan kapcsolatban vagyunk a kamarákkal és a szakmai szervezetekkel. Ahogyan lehetett, azonnal elkezdtük közösen feltérképezni, hogy melyik szektor milyen problémákkal szembesül, és melyek azok a lépések, amelyek minden munkáltatónak és így a munkavállalóknak is segítséget jelenthetnek. Így dolgoztuk ki a bértámogatás rendszerét is. A pénteki zárási adatok szerint összesen már 3953 munkáltató igényelte közel 54.000 dolgozó részére a kormányzati bértámogatást. Ez azt jelenti, hogy egy hét alatt majdnem megtízszereződött a jelentkezések száma, azaz a cégek és a munkavállalók alkalmas eszköznek tartják ezt a válság okozta átmeneti problémák megoldására. A kérelmek elbírálása folyamatos, a kormányhivatalok rendkívül gyorsan, 8 munkanapon belül döntenek az igénylésekről. Ami a földrajzi eloszlást illeti,
Arról tudok beszámolni önöknek, hogy a legtöbb igény, nagyjából minden negyedik Budapestről és Pest megyéből érkezett. Ezt a területet Hajdú-Bihar megye és a délalföldi régió követi, ez utóbbin belül is kiemelkedik Bács-Kiskun megye. Ami az ágazati megoszlásról elmondható, az igénylő vállalatok és munkavállalók közel 30%-a a kereskedelemben, 13,5%-a a feldolgozóiparban, 13%-a pedig a járvány által elősen érintett szálláshelyszolgáltatás, illetve vendéglátási szektorban érintett. A támogatási kérelmeket benyújtó vállalatok többsége, 60%-a mikrovállalkozás, 26%-a kisvállalkozás, 10%-a közepes vállalkozás és mintegy 4%-a nagyvállalkozás. A támogatással érintett munkavállalók száma azonban épp ezzel ellentétes képet mutat, a támogatással érintett munkavállalók többsége a nagyobb vállalatok munkavállalói közül kerül ki. A bértámogatást akkor lehet igénybe venni, ha a munkáltató nem tudja teljes munkaidőben foglalkoztatni a dolgozóját. Azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50% alá csökken, havonta és egyénenként akár 100 000 forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akiknél pedig nem lépi át a részmunkaidő az 50%-ot, azoknál a támogatási összeg legfeljebb 75 000 forint lehet. Külön szót kell ejtenünk a kutatás, fejlesztés és innovációs bértámogatásról is. A program keretében péntekig összesen 376 kérelem érkezett be, és ezzel közel 5900 kutató és mérnök esetében biztosítható a munkahely megtartása. A beadott kérelmek közül a legtöbb Budapestről és Pest megyéből, illetve Hajdú-Bihar megyéből érkezett, 135-35, illetve 23 darab kérelem, mintegy 2800, 500 és több mint 150 ember fizetésének a biztosítása érdekében. Természetesen erre a fejenként és havonta legfeljebb 318 000 forintos speciális bértámogatásra is lehet még jelentkezni. Itt is arra szeretnénk kérni minden kutatással, innovációval is foglalkozó céget, hogy folytassák a fejlesztéseiket, a projektjeiket, és tartsák egyben a kollégáikat, hiszen az általuk kidolgozott fejlesztések teszik majd erősebbé és versenyképesebbé hazánk gazdaságát a járvány okozta válságot követően. Köszönöm, miniszter helyettes úr! Most kérem, hallgassák meg az Operatív Törzs Ügyeleti Központ munkatársának, Kis Róbert rendőralezredes úrnak a tájékoztatását. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket. Immáron 336-an vannak azok a hatósági házi karanténban lévő személyek, akik a hatósági házi karantén ellenőrzésére szolgáló szoftver telepítését és használatát önkéntesen vállalták. Az elmúlt 24 órában elrendelt hatósági házi karanténok száma 965, így a mai napon elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok 10.356. Az elmúlt 24 órában is tapasztaltunk helyszíni ellenőrzéseink során magatartásszegést, ezeknek a száma 41. Budapesten és Pest megyében továbbra is rendőreink ellátják a kijárási korlátozással összefüggésben rendőrségi feladatainkat. Az elmúlt 24 órában rendőreink mindösszesen 564 esetben intézkedtek kijárási korlátozással összefüggő magatartásszegés ügyében Budapesten és Pest megyében. Ebből 340 esetben figyelmeztetést, 124 esetben helyszíni bírságot, míg 99 esetben feljelentést alkalmaztunk, így összesen március 28-a óta 48.218 rendőri intézkedést hajtottunk végre kijárási korlátozással összefüggő magatartásszegések ügyében. Határainkon nyugodt a helyzet, mindösszesen határvárakozásra teherforgalomban belépő oldalon, Röszke átkelőhelyen, illetve személyforgalomban a kilépő oldalon Nagylak átkelőhelynél lehet kisebb várakozási idővel számolni. Köszönöm szépen! Köszönöm a lezredes úr!
Az új koronavírus elleni küzdelemben is hatalmas feladatot vállaló országos mentőszolgálat ma ünnepli a 72. születésnapját, és itt van velünk dr. Csató Gábor úr, az országos mentőszolgálat főigazgatója. Most kérem, hallgassák meg főigazgató úr tájékoztatóját. Köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim, ma május 10-én ünnepeljük a mentők napját, hiszen 133 évvel ezelőtt elindult a szervezett életmentés Magyarországon. 1948-ban pedig ugyanezen a napon kezdte meg működését az országos mentőszolgálat. Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan most sem más a dolgunk, mint minél több embernek segítséget nyújtani, minél több életet megmenteni. 72. születésnapunkon engedjék meg, hogy összefoglaljam az új koronavírus járvány kapcsán eddig elvégzett feladatainkat és eredményeinkről beszámoljak. Az országos mentőszolgálat mindig is felkészült volt a rendkívüli helyzetek ellátására. Példaként említhetem az elmúlt évtizedek tömeges baleseteit, amik azonban egyszeri nagy próbatételt jelentettek, melyeket órákon, majd legfeljebb egy-két napon belül felszámoltak a bajtársaim. Most viszont egy világjárvánnyal állunk szemben, melynek kezelése során mindvégig a legrosszabb forgatókönyvre kellett felkészüljünk, a járvány robbanásszerű terjedésének megállítására. Az elmúlt időszak fejlesztései nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy feladatainkat most is a legmagasabb szakmai színvonalon tudjuk ellátni. Hiszen több mint 400 új mentőautó állt szolgálatba, az elmúlt órában adhattunk át ismét 40 új mentőautót bajtársainknak. Új mentéstechnikai eszközöket és munkaruhákat szereztünk be. Sőt, a logisztikánkban és a betegdokumentációnkban is átálltunk a digitális működésre. Döntéseinket ma már üzleti és mesterséges intelligencia algoritmusok támogatják. Munkánk eredményességét az alapozta meg, hogy már a járvány kezdetekor a 8500 bajtársunk egy emberként fejezte ki tetrekészségét, elszántságát a vírus elleni küzdelemben. Erőfeszítéseinket mindig két cél vezérli. Minél több életet megmenteni és megvédeni a bajtársaink egészségét. Országszerte megnöveltük a mentőkapacitásainkat is. A vírus miatt megyénként több plusz mentőegységet állítottunk szolgálatba. 27 darab mentesítő zónát hoztunk létre, ahol feltűtlenítenek a bajtársaink, pótolják az elhasznált egyszerhasználatos védőeszközöket. Mindezeknek köszönhetően mindösszesen 6 bajtársunk fertőződött meg koronavírussal. Már január 31-től kezdve új szakmai eljárásrendeket dolgoztunk ki, és ezeket folyamatosan frissítjük is. Mindezek szakmai támaszt nyújtanak a bajtársainknak a mentőállítás során, és növelik a betegbiztonságot. Jelentős mentőerőket, mintegy 50 mentőautót küldtettünk el a COVID-gyanús, illetve igazoltan fertőzött betegek szállítására, és részt vállalunk a járványügyi mintavételekben is. Emellett 17 határállomáson vagyunk jelen, ahol eddig 315 ezer ember ellenőrzését végeztük el. De részt veszünk a szűrővizsgálatokban, a házi orvosi ügyeletek védőeszközökkel történő ellátásában, akik számára már több mint 5500 doboz sebészi maszkot osztottunk ki, és majd 20 ezer FFP maszkot is. Állandó és szoros az együttműködésünk az egészségügyi ellátórendszer valamennyi képviselőjével és a társszervekkel is. A járványügyi intézkedéseinket az operatív törzs és a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjei és döntései alapozzák meg. Felkészültünk arra, hogy szükség esetén minden egészségügyi végzettséggel bíró dolgozónkat és önkéntes segítőket is bevonjunk az ellátásba. Intézkedési terveinket, forgatókönyveinket a legkorszerűbb informatikai megoldások, a mesterséges intelligencia algoritmusok felhasználásával készítjük és tartjuk napra készen. Ezen felül folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a dolgozóink testi és lelki támogatására, valamint a belső és a külső kommunikációnkra is. Bajtársaink eddig 15 ezer fertőzés gyanús, vagy igazoltan koronavírus fertőzött betegnek nyújtottak segítséget. 40 ezer ember járványügyi mintavételét végezték el, amihez 55 ezer védőruhát, FFP maszkot használtak, és több mint 440 ezer pár gumikesztyű fogyott. Mindez alatt 420 ezer kilométert tettek meg bajtársaim csak a koronavírus járvány kapcsán. Ezt el lehet képzelni, ez több, mint a Föld-Hold távolsága. Bajtársaim mindezt hivatástudattal, professzionális színvonalon teszik, ezzel is minden egyes nap megszolgálva Magyarország lakosságának a bizalmát, ami az elmúlt időszakban még tovább tudott erősödni. Köszönet illeti mindazokat, akik ebben a munkában a mentőket támogatták, az önkénteseinket, az orvostanhallgatókat, a vöröskereszteseket, a betegszállító szervezeteket és a támogató magánszemélyeket és cégeket is. Ígérhetem, hogy a jövőben is minden bajtársammal azon fogunk dolgozni, hogy a magyar emberek egészségét megőrizzük. Végezetül engedjék meg, hogy az Országos Mentőszolgálat 72. születésnapja alkalmából e helyről is köszöntsem a bajtársaimat, köszönetet mondjak a munkahelyükön a példamutató helytállásukért és áldozatos munkájukért. Isten éltesse az Országos Mentőszolgálatot!
Köszönöm, főigazgató úr. Most az újságírói megkeresésekkel megyünk tovább. Az Origó kérdezi, tapasztalataink szerint nagyon sokan használták ki már szombaton, ha jó időben, hogy a hétvégén megnyíltak a teraszok vidéken. Milyen ellenőrzések voltak? Betartották-e az előírásokat az üzemeltetők? Kellett-e figyelmeztetni vagy bírságolni? Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint vidéken rendőreink az ellenőrzéseket végrehajtják. Ellenőrizzük a védelmi távolságtartás betartását, az üzletek tekintetében az idősávok igénybevételét, a védelmi eszközöknek a viselését, illetve a vendéglátó helyek teraszait. Az elmúlt 24 órában rendőreink 147 esetben intézkedtek védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletben meghatározott magatartásszegések ügyében. Ez esetben 84 esetben figyelmeztetést, 41 esetben helyszíni bírságot, míg 22 esetben feljelentést alkalmaztunk. A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet meghatározza, hogy a vendéglátó helyen a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a vendéglátó hely üzemeltetője gondoskodik. A vendéglátó helyek ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy elsősorban a gyorséttermek nyitott teraszainál a fiatalok csoportosan veszik igénybe ezeket a helyeket, és a védőtávolságok betartására nem fordítanak kellő figyelmet. Kérjük önöket, kérjük a fiatalokat, hogy saját, illetve mások egészségének védelme érdekében ezeket a védelmi intézkedéseket a továbbiakban is tartsák be. Szintén az Origó kérdezi, hány mentőautó végez kifejezetten csak koronavírussal összefüggő feladatokat, és ezek az autók, egységek részt vesznek-e az egyéb ellátásban? Már januártól kezdve külön mentőegységeket dedikáltunk erre a feladatra, amelynek a kapacitását rugalmasan alakítjuk a megfelelő igényekhez. Az elmúlt időszakban nagyjából 40 és 50 mentőegység az, ami országosan ilyen feladatot végez. Volt olyan időszak, amikor 60-70 autó is szolgálatba lépett, de a járvány új fázisába érkezve ezeket a számokat tudtuk csökkenteni, és most már 40 autó az, ami minden nap a koronavírussal kapcsolatos feladatokat ellátja. A Somogyi Hírlap megkeresése. Minden korábbinál többen voltak a Balatonnál, az idén eddig a legtöbben. Szükség volt-e intézkedésekre a Balaton körül? Mit mutatnak az operatív törzs és az ellenőrzések tapasztalatai? Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a Balaton térségében a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint hajtjuk végre ezeket az intézkedéseket, a kijárási korlátozása kapcsolatos szabályoknak a betartása, az kifejezetten csak Budapest és Pest megye tekintetében hatályos. A Balaton térségében ugyanúgy ellenőriztük a védőtávolságok betartását, a védelmi eszközöknek a viselését, illetve a vendéglátó helyeknek a teraszait. Azt tapasztaltuk, hogy Somogy megyében mindösszesen 16 intézkedést kellett végrehajtanunk, ebből 13 esetben figyelmeztetést, egy esetben alkalmaztunk helyszínbírságot, míg két fővel szemben feljelentést alkalmaztunk. Másik ilyen megyénk Zala megye, ahol 4 esetben figyelmeztetést, egy esetben helyszíni bírságot, míg 4 esetben feljelentést alkalmaztunk. Ezeknek az intézkedéseknek szintén a gyorséttermek teraszain lévő fiatalokkal szemben történtek, illetve a másik jelentőség teljes intézkedés volt, a tömegközlekedési eszközöknek a megálló helyein a védelmi eszközöket nem viselték. Továbbra is kérjük önöket, hogy a védelmi intézkedéseket tartsák be. A Fejér megyei hírlap megkeresése. Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt, például orvosi maszk, sál, kendő viselni, áll a koronavírus.gov.hu oldalon. A rendelet a vásárlókról rendelkezik. Mindenki köteles az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt, például orvosi maszk, sál, kendő viselni. Talán éppen ezért számos üzletben az eladók, pénztárosok, árufeltöltők nem viselnek maszkot. Kötelezője nekik is. Kinek a feladata a maszkviselés betartatása? Ez egy kettős dolog, ugyanis nem csak jogi értelemben, hanem egészségvédelmi értelemben is nagyon fontos, hogy egymásra figyeljünk. Jogi értelemben azt kell, hogy mondjuk, hogy a
szájat, illetve az orrot eltakaró védelmi eszköz viselése az állampolgárainknak, illetve az üzlet üzemeltetőjének, tulajdonosának, illetve az ott foglalkoztatóknak és az együttes felelőssége, hogy ezt a szabályt betartsuk, betartassuk. Nagyon fontos, hogy a védőtávolságot megtartsuk, illetve saját, illetve mások élete, testi épsége, egészsége védelme érdekében ezeket a védelmi intézkedéseket betartsuk. Tehát nem csak állampolgárainknak, mint vásárlóknak kötelessége ezt a védelmi eszközt viselni, hanem az üzlet üzemeltetőjének, tulajdonosának, az ott foglalkoztatottaknak is, illetve be is kell tartatni ezeket a szabályokat az üzletbe érkező vásárlóknak. Az MTV híradó kérdezi, önkéntesek dolgoznak-e most az országos mentőszolgálatnál, és hányan vannak? Hogy beszámolóban köszönetem, amit is kifejeztem, számos orvostanhallgató, vöröskeresztes és betegszállító szervezet az, aki a mentőszolgálat munkáját segíti. A mai nap is több mint 40 orvostanhallgató az, aki a mentőautóinkon, betegszállító autókon teljesít szolgálatot. Több mint 20 olyan betegszállító szervezet van, aki részt vesz a koronavírus tesztelésében és a betegek szállításában, és a vöröskeresztesek is minden nap segítik a munkánkat. Összességében 100-150 olyan fő van minden nap szolgálatban, aki a mentők munkáját segíti. És végezetül a 444 kérdése. Átadja-e az operatív törzs a főpolgármesteri hivatalnak azokat a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, amiket Karácsony Gergely csütörtökön kért önöktől? Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a rendelkezésre álló adatok és információk alapján ez a megkeresés még az operatív törzs részére nem érkezett meg. Tájékoztatónk végén köszönjük szépen a figyelmüket. Talán megengedik, hogyha valamennyiük, valamennyi honfitársam nevében köszönöm az Országos Mentőszolgálat munkatársainak áldozatos munkáját. További sok erőt és jó egészséget kívánunk napjaink szuperhőseinek. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, további szép vasárnapot kívánunk önöknek. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!